Most még gerejt hajítanak a vörös salakos pályán, hamarosan viszont majd autók állhatnak itt, hiszen 200 férőhelyes parkoló épül. Lesz is rá szükség, a strandra és a sportkomplexumba rengetegen érkeznek majd. Az ország egyik legmodernebbje lesz. Az a fejlesztés, amire olyan régóta várnak a környék lakói, láthatóan jól halad, szépen fejlődik. Én nagyon bízom benne, hogy az itt lakók, illetve az egész város megelégedésére fog ez a projekt befejeződni. Az úgynevezett Pipa medence megmarad, azt felújítják, mellette pedig készül a B. Nagypál sportcsarnok, teljesen új külsővel és belsővel, öltözőkkel, annak tetején pedig vívócsarnokkal. Az 50 méteres medence valóban 50 méteres lesz, pár centivel meghosszabbítják, így az versenyek rendezésére is alkalmas lesz. A mellette álló napozó teraszos lelátót lebontják, helyén zöld terület lesz. A régi öltözők helyén újak lesznek, és itt épülnek kiszolgáló létesítmények is. Szeretnénk, hogyha jövő nyárra a fürdő fejlesztéssel is végeznénk. Ez azért fontos, mert azt az üzenetet szeretném eljutatni a szolnokiakhoz, nem szeretnénk nyarat fürdő nélkül tölteni. Úgy próbáljuk ütemezni a Tiszaligeti fürdőfejlesztést és a Vési úti fürdőfejlesztést, hogy a nyár vagy a nyarakból egy se legyen olyan, ahol nincsen fürdőnk. A jelenlegi ütött-kopott főépület is megújul, csak úgy, mint a vele szemben álló futófolyosó, ahol télen is megfelelő körülmények között készülhetnek az atléták. Épül birkózó és ökölvívó csarnok is. A labdarúgó pálya megújul, körülötte pedig 8-sávos műanyagborítású futópályát alakítanak ki. A szurkolók a leendő versenyeket, meccseket pedig kényelmes helyről figyelhetik, hiszen itt már a több mint 500 fős lelátó alapjait készítik, amiben öltözők is lesznek. A beruházás teljes költsége 4,1 milliárd forint, ez 6 különböző projektből áll. A fejlesztés összegének jelentős részét állami támogatást teszi ki, a kosárlabda csarnok építését pedig nagy részben TAO-s forrás fedezi. Ami nagyon fontos, az építkezés beruházás mögött maga az élősport, hisz emögött napi szinten, még a bontás előtt és a felújítás előtt napi szinten 500-an használták ezt a létesítményt, 8 sportágnak adott otthont a Vési úti sportközpont. Biztos vagyok benne, biztosak lehetünk abban, hogy egy ilyen felújítás után ez a szám még hatékonyabban fog nőni, hisz az a komfortfokozat, az az új sporttechnológia, amit itt megvalósítunk, biztos, hogy a gyermekeknek, szülőknek nagyon vonzó tud lenni. A komplexum lakossági szabadidős sportra is alkalmas lesz. A strand körülbelül 1000 főt tud majd befogadni, illetve kielégíti a nagyjából 3000 fős iskolai hálózat igényeit is, akár a mindennapi testnevelésben is fontos szerepet kaphat.